Január 31-én végzős hallgatókkal, oktatóikkal és boldog szülőkkel, valamint hozzátartozókkal telt meg az egyetem aulája. A Pannon Egyetem mérnöki kara és a műszaki informatikai kar nevében Piglerné dr. Lakner Rozária docens asszony, a műszaki informatikai kar dékánya köszöntötte a diplomátadó ünnepén résztvevőit. Majd Friedler Ferenc rektor ünnepi megnyitója következett. A Pannon Egyetem különleges Magyarországon, sok mindenben, többek között abban, hogy saját magát finanszírozza. Ez óriási erőfeszítést kíván munkatársainktól, hallgatóinktól, kollégáinktól. Itt az a két kar, amelyik a mai diplomát ünnepséget szervezi, műszaki, informatikai kar és a mérnöki kar, meghatározó szerepet vállal abban, hogy a Pannon Egyetem ilyen módon tud működni. A megnyitó után beszédet mondott dr. Blazsek István, a Nitrogén Művek ZRT vezérigazgatója, és Rejk Lajos, a GE Healthcare Magyarországi Kutatásfejlesztési igazgatója. A rendezvény következő részében ünnepi műsor következett. Haydn London trilógiájának második és harmadik tételét, Csaba Ágnes, Füke Ákos és Hajas Szilárd, a Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény művésztanárai adták elő. Ezt követően dr. Szalai István docens, a mérnöki kar dékánya tartott ünnepi beszédet. Tisztelettel köszöntöm Önöket a műszaki informatikai kar és a mérnöki kar közös diplomát adó ünnepségén. Mind a végzősöknek, hozzátartozóiknak, mind az egyetemi oktatóknak örömteli pillanat ez a mostani, hiszen közös munkánk eredménye, hogy a hallgatóink átvehetik diplomáikat. Őt követően pedig Piglerné dr. Lakner Rozália docens asszony tartotta meg ünnepi köszöntőjét. Tisztelt rektor úr, elnökség, kedves végzett hallgatók, tisztelt ünneplő közönség! Egy diplomát adó mindig ünnep, hiszen az előző időszak, az elmúlt néhány év megfeszített munkájának eredménye a diploma átvételével teljesedik ki. Ilyenkor egy picit megállunk, visszatekintünk az eltelt időszakra, számvetést készítünk, mit sikerült elérnünk, megvalósítanunk, s vajon minden tőlünk telhetőt megtettünk-e a hosszú távú sikeres működés érdekében. A rendezvény díjak átadásával folytatódott. Honoris causa doktorrá avatták, Győri Zoltán professzort kimagasló tudományos munkássága és egyetemünk érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként. Az Emberi Erőforrások Minisztérium Szent Györgyi Albert díjban részesítette dr. Török Ádám akadémikus urat, aki az MTA rendes tagja, a Pannon Egyetem főállású professzora, a Gazdálkodás és Szervezéstudományok doktori iskola vezetője. Emléklapokat és ösztöndíjakat vehettek át az egyetem dolgozói és hallgatói közül néhányan, kimagasló teljesítményük elismeréseként. PhD doktorok avatását követően a végzett hallgatók vehették át diplomáikat a rektortól és a dékánoktól.